Ez a fiatalember megengedte, hogy filmen rögzítsük különös életvitelét, amelyet hosszú fejlődés és rendszeres munkanyomán kialakított életfilozófia szerint vezet. Gyárban dolgozik, a gyár területét takarító brigádban. Szüleivel lakik egy kertes házban, kitűnően érettségizett, tanulmányait azonban intézményesen nem folytatta tovább, csak magánemberként. Minden szabad idejét a testi-lelki egyensúly megteremtésére fordítja. Erre szolgálná rá a testkultusz és a filozófia, közelebbről az etika tanulmányozása. Fő programja a goethei klasszikus embereszmény realizálása és a béke. Ehhez a célhoz a mindennapi életből próbál erőt meríteni. Ebben a harcban úgy áll előttünk, mint egy önmagával elégedetlen, teljességre és méltóságra törekvő, különös embersziget. Marx írja, az, hogy egy egyén mivé akar válni a társadalomban, az teljes mértékben öncél. A kérdés az, hogy ennek az öncélnak a megvalósítása közben az egyén hogyan harmonizál a társadalommal. Ez a filmtanulmány a harmónia elvesztését mutatja meg egy olyan folyamatban, amelyben az egyén egyetlen távlatává önmaga válik, és amelyben ez a beszűkülés a rezignációt szül, mivel a tegnap filozófiájával lehetetlen megalapozni a holnap magatartását. Ezt a kis edzést, ezt a hatféle gyakorlatot minden nap végig csinálom két csoportra osztva. Naponta ez 3 óra testmozgást jelent, mely biztosítja a megfelelő közérzetet és a külső megjelenést. Nem is akarok többet ennél. Ez nem sport, ez csupán az egészséget szolgálja, men sano in corpore sano. Olyan körülményeket teremtek, hogy ne legyen semmi, ami az edzést megakadályozhatná, vagy terhessé tehetné. A kétkezi munka és a természet szeretete nálam elnyom minden ülő irodai foglalkozás iránti hajlamot, munkám megélhetésemet biztosítja, gyönyörködtet s rendszerre szoktat. Így a munkát és a testgyakorlást életem változtathatatlan örök részének tekintem. Az erénynek, vagyis a helyes életmódnak első és egyetlen alapja a magunk hasznának keresése, ám de arra való tekintettel, hogy mit ítél hasznosnak az ész. Igazi jónak mindazokat a dolgokat nevezzük, amelyek eszközei az ember célhoz érésének, vagyis tökéletességhez vezetnek. A haszon és a jó azonulása a megismerő embert, az erősebb természetű embert, a mintaképet jellemzi. Az ember vágyai közül a természetesek az alvás, táplálkozás, ezek az élet fenntartásához szükségesek, tehát ezeket kell a legjobban kielégíteni. A természetes, de nem szükséges vágyak közé tartozik a nemi szerelem, a testgyakorlás, napozás, ezeket a lehetőséghez mérten kell kielégíteni. Ha olyan vágyaink vannak, melyek ártanak, vagy sem nem természetesek, sem nem szükségesek, akkor azokat szigorúan el kell folytani. Ha ezt megtesszük, követjük az egészség természeti törvényeit, és kiirthatjuk a betegség okait. A szülők csak a kitüntetés és irigység ösztönzésével szokták gyermekeket erényre sarkalni. Az igazi nevelés, a jellemnevelés, a lelkierő egyrészt akaraterő, mely keresi az eszközöket, amelyek elvezetnek a fent említett emberi tökéletességhez, másrészt nemes lelkűség, amely arra indít, hogy az igazi jót másokkal is megismertessem. Azaz boldogságomhoz hozzátartozik az az igyekezet is, hogy sokan mások ugyanazt ismerjék meg, amit én, hogy értelmük és akaratuk teljesen egyezzék az én értelmemmel és akaratommal. Ez egyben a legfőbb jó is, azonban még jó nevelés mellett is elmúlik az élet nagy része, mielőtt erényes magatartással tehetnénk szert azok közül, akik nem részesedtek a fent említett nevelésben, csak azok ismerhetik meg az igazságot, akik eltávolodtak gyermekkoruk maximáitól, különös erőfeszítéseket kell tenni, hogy legyőzzük a megszokás által nyert impressziókat, és hogy kitűrüljük a hamis eszméket, amelyekkel megtelik az ember értelme, mielőtt képes lenne a dolgokat önmagukban megítélni. Az ember rendeltetése ezeknek az autonóm erőknek kifejlesztése az, hogy szép és tökéletes egészet építsen magából. Ennek föltétele pedig a goethei titokzatos hűség önmagához. Önmaga lehetőségének összhangzóan teljes kifejlesztése, a romantikus hipertrófiákat elkerülő, leküzdő, kiforró egyensúlyigény, ami voltaképpen nem más, mint hűség az egészségre törekvő természethez, és tudatos változatban hűség a klasszikus embereszményhez. Elve pedig a harmónia elve, megóvni épségben a belső természetet adott tulajdonságai szerint, és érvényesülni engedni rá a külső természet erőit,
szintén a saját tulajdonságaik szerint. Nem ugyan küzdelmek és válságok, de erőszak és torzulás nélkül növekedő emberség. Nem mulaszthatom el, hogy itt közbeiktassak egyet és mást erről a retteget, sőt gyűlölt filozófiai rendszerről, így hát újból elővettem a műveket, melyeknek annyit köszönhettem, és a békességnek ugyanaz a levegője csapott meg. Elmerültem olvasásukba, és magamat szemlélve úgy véltem, olyan tisztán a világot még sosem láttam. Testi és társadalmi életünk, hagyományaink és szokásaink, életbölcsesség, filozófia, vallás, sőt csak véletlennek tetsző esemény, minden a lemondásra szólít fel. Sok mindent, ami legbelső, legsajátosabb tulajdonságunk kifelé nem szabad megmutatnunk, amire egyéniségünk kiegészülésére kívülről rászorulunk, az megvonatik tőlünk, ezzel szemben mennyi mindent kényszerítenek reánk, ami terhes és idegen számunkra. Megfosztatunk attól, amit fáradtságosan megszereztünk, és amit a sors kegyéből kaptunk, és mire mindezzel igazán tisztába jöttünk, már is kénytelenek vagyunk egyéniségünket előbb darabonként, végül teljesen feladni. Ez hagyományosan hozzátartozik, hogy nem becsülik azt, aki emiatt lázadozik, sőt minél keserűbb a pohár, annál édesebb arcot kell vágni, hogy a külső szemlélőt a világért meg ne sértsük holmi torzfintorral. E nehéz feladat teljesítésére a természet elégséges erővel, tetvággyal, szívossággal ruházta fel az embert. Kiváltképpen nagy segítség a bennünk rejlő kiírthatatlan könnyelműség, ezt tesz rá képessé, hogy minden pillanatban lemondjunk valamiről, ha csak a következőbe valami új felé kapkodhatunk. Így épülünk föl éltünk során öntudatlanul újra és újra. Az egyik szenvedély helyébe másikat illesztünk, minden foglalkozást, hajlamot, kedvtelést, vesszőparipát sorra próbálgatunk, hogy a végén kijelentsük minden hiúság. Senki sem botránkozik meg ezen a hamis, sőt istenkáromló mondáson, sőt mindenki úgy véli, megcáfolhatatlan bölcsességet mondott. Csak kevesen vannak, akik ezt az elviselhetetlen csalódást előre megsejtik, és a részleges rezignációt megelőzendő egyszer s mindenkorra lemondanak az egészről.
Spinoza volt az a szellem, aki annyira megragadott, és olyannyira döntően szólt bele egyéniségem kialakulásába. Jó ideig ugyanis hasztalanul kerestem világszerte olyan tant, amely nyugtalan lelkemet tovább képezhette volna, míg végül kezembe került Spinoza etikája. Hogy mit olvastam ki ebből a műből, és mit olvastam bele, arról ma már nem tudnék számot adni, de annyi bizonyos, hogy szenvedélyeim elcsitultak, tágas, szabad kilátás nyílott előttem az érzékelhető és az érzékfeletti világra egyaránt. A legjobban lenyűgözött azonban az a határtalan önzetlenség, amely minden mondatából felém sugárzott, különös kijelentése, aki Istent igazán szereti, ne követelje, hogy Isten viszont szeresse, mindazon premisszákkal együtt, amelyekből következik, és minden belőle folyó következményeivel egész lelkemet betöltötte, önzetlennek lenni mindenben, és legönzetlenebbnek szerelemben, barátságban, ez volt legnagyobb kedvtelésem, alapelvem, gyakorlatom, és így a később írott hegykemondás, ha szeretlek is, miközött hozzá, valóban szívemből szól. Honnan való ez a szöveg? Dichtonod Wahrheit. A test és lélek összefüggése Spinozánál. A rajtunk kívül eső dolgokból való hasznunk, a tapasztalaton és ismereten kívül, amelyre szert teszünk, midőn a dolgokat megfigyeljük és alakjukon változtatunk, legfőképpen a test fenntartása. És ezen okon elsősorban azok gyarapítják, illetve azok a dolgok hasznosak, amelyek úgy táplálhatják és gyarapíthatják, hogy annak összes részei hivatásukat jól teljesíthessék. Mert minél alkalmasabb a test arra, hogy több módon hatást fogadhasson magába, és hogy külső testekre több módon hathasson, annál alkalmasabb a lélek a gondolkodásra. Ám de úgy látszik, hogy ilyen dolog igen kevés van a természetben, ezért a test kellő táplálására sok különböző természetű táplálékot kell használnunk. Az emberi test tudnék igen sok különböző természetű részből van összetéve, amelyek folytonos és változatos táplálékra szorulnak. A végre, hogy az egész test mindazokra egyenlően alkalmas legyen, amelyek természetéből következhetnek, és következésképpen, hogy a lélek is alkalmas legyen több dolog megértésére. A haláltudat modern analízisei Goethe gondolatának fényét erősítik. Ha életem végéig fáradhatatlanul működöm, akkor a természet köteles számomra a létezésnek más formáját nyújtani, ha ez a formája szellememet nem képes többé fenntartani. A regény így végződik. Mai emberek, fiatalok, rajtatok a sor. Használjátok lépcsőnek a testünket, és menjetek előre. Legyetek nagyobbak, és boldogabbak nálunk. Én magam búcsút mondok egykori lelkemnek, hátam mögé hajítom, mint valami üres borítékot, az élet, a halálok és feltámadások sorozata. Halljunk meg, Kristóf, hogy újjászülethessünk. Lehet, hogy ezt kell mondani a mai fiataloknak is. Használjátok lépcsőnek testünket, és menjetek előre, legyetek nagyobbak és boldogabbak nálunk. Lehet, hogy ezt kell mondani, hogy újjászülethessünk, hogy ez felnőtt és nevelő legnagyobb mondani valója, melyet egy irodalmi remek mű hitelesít. A filozófusok után ennek a cikknek kapcsán jutottam el Pirandellóhoz. A cikk. Annak idején, amikor a Nobel-díjat megkapta, hivatalosan felszólították, hogy lakását fényesebbre cserélje, de neki elegendő volt ez a búvóhely a második emeleten, a szoba, melyben 1936. december 1-én meghalt, olyan szürke és dísztelen ma is, mint amely valamely félreeső városka állomás környéki szállodájájai volna. Halotti ágya egyszerű vaságy, az asztal fiókjában félbe maradt jegyzetek ezzel a címmel, felvilágosítások kényszerű földi tartózkodásomról. Végrendelete a legsivárabb temetéshez ragaszkodik. Ha meghalok, írta, ne öltöztessenek fel, csavarjanak egy lepedőbe, és ne legyen virág a koporson, és ne gyújtsanak gyertyát sem. A legócskább kocsi, a szegények kocsia vigyen ki a temetőbe, és senki se kísérjen, se rokon, se barát, a kocsi, a ló, a kocsis, ennyi elég. Hamvasszatok el. Éppen eleget látott a hamisság vásárából, hogy így hagyatkozzék. A megtartásról. Boris Pasternak Majakovszkiról.
Ám nyomban sejteni lehetett, hogy akármilyen szép, szellemes és tehetséges, sőt rendkívül tehetséges is, nem ez a legfontosabb benne, hanem vaskemény belső tartása, valamiféle vele született lelki nemessége, kötelességtudata, amely nem engedi, hogy másmilyen legyen, kevésbé szép, kevésbé szellemes, kevésbé tehetséges. Fritz Mautner, Andersennek sző és Spinoza szellemi kapcsolatáról. Levélrészlet. Spinozával összeköti önt a természet iránti szellemi szeretet, amit ő istenének nevezett, és az a győzedelmes vidámság, amivel az emberi nyomorúságot szemlélte és megélte. Einstein spinozista vallomása. Objektív mércével mérve végtelenül kevés az, amit az ember kemény fáradtsággal az igazságból meghódítani képes. Ez a törekvés azonban megszabadít bennünket az én bilincseitől, és társévá tesz bennünket a legjobbnak. Diderot Spinoza szellemi konfessziója. Isten jóváhagyásával, vagy a végzetnek nevezett egyetemes rend akaratából számos eseménnyel kell szembenéznünk életünk során. Ezért, ha bölcs vagy, és nálam jobb apa, már jókor ránevel egy gyermeket, hogy saját sorsának ura legyen, és ne vádolasson téged, amiért életet adtál neki. Én nem olvasok most többet. Negyedik az íny ellenőrzése. A táplálkozási szabályozásra és megtisztulásra szorul. Fokról fokra le kell mondani a nem feltétlenül szükséges táplálékokról. Ötödik a nem lopás fogadalma. Nem csak a mások tulajdonáról van szó, lopás az is, ha olyan tárgyakat használunk, amelyekre nincs komoly szükségünk. A természet napról napra éppen eleget ad mindennapi szükségleteinkre, és nem többet az elégnél. Hatodik a nem birtoklás fogadalma. Nem elég nem birtokolni, semmit sem szabad megtartani, csak ami föltétlenül megkívánnak testi szükségleteink, állandóan el kell hagyni azt, ami több az elégnél, egyszerűsíteni kell az életet. Ez fontos. Aztán még egy pici, ha már házas valaki, úgy tekintse feleségét, mint élete fogytáig való barátját, és tökéletesen tisztabb viszonyba éljen vele. Na mindegy. Ezt kevesen tart.
úgy se adott az ember eddig semmit. Most miért ezt mondod? A múltkor meg azt mondtad, hogy segítsek rajtukod előbb. Hát de nem, ez nem történik semmi. Nem fog emiatt előbb meghalni. Dehogy gátolom, ezt is csinálták. Nem gátolom, dehogy gátolom. Csak különösebben nem kell ezt szégyelni. Add ide azt, légy szíves. Nehéz választani a házi tanító és a gyermek beszélgetése, valamint az öreg az már meghalt, és ilyen értelemben ez csak jelképes beszélgetés a hát a szerző Pirandello és az öreg között. Sok év telt el azóta, Pincone bácsi már nem él. Az igazat megvalva, nincs még egyetlen összőrszál sem a bajuszomban vagy szakállamban, ami miatt panaszkodhatnék, ha már valaha úgy vágytam rá, hogy szép bajuszom és szakállam nőjön. De azt is megvallhatom, hogy egy idő óta fájó irigységgel nézegetek egy képecskét, amely engem ábrázol gyermekkoromban, rövid bársony hadrágban és kis hűséges bábúval a kezemben. Hagy mondjam meg, elragadó és bájos ez a kép, és azt is, hogy Pincone bácsit vádolom, a fájó irigysége, amit gyermekkori képem előtt érzek. Mert tudnotok kell, hogy még mindig eljárok a vására, nem játékvására persze, ha bár ilyen még mindig sok van, és bábút is árulnak benne, ez az én vásárom sokkal a nagyobb, és azért járok oda, hogy regényeim és novelláim hőseit és hősnőit kiválasszam. És irigységem oka ez. Amíg gyermek voltam, és a játékvásárban végre is nem hallgattam végtelenségig szürke házitanútom maró kritikájára, hanem ahogy a bábukereskedő hizelgő ajánlatára egyszer csak tüzet fogtam és megtörtem, most úgy érzem, Pincone bácsi nem csak él bennem, hanem olyan nyilvánvaló zsarnoki hatalma is van rajtam, amely lelohasztja minden örömömet. Úgyhogy küszködöm is ellene, nem bírok tőle szabadulni. Látod, fiam, durzsolja a fülembe, milyen szomorú ez a vásár, ne higgy nekik. Akik arannyal festenek ki mindent, arany az ég, arany a fa, arany a tenger. Hamis arany, fiam. Aranyozott, préselt papír. És látod-e, miféle hősöket kínál neked manapság az élet? Csak a tolvajok, az álszentek, a gaszfickók győzedelmeskednek. Ha meg tisztességes hőst választasz, szükségképp tehetetlen, legyőzött vagy hitványú gyenge az. És a te bábjátékod következőleg bosszantó és elcsüggesztő lesz. Te nem tudtad, de én akkor a te mesterségedet gyakoroltam, és érteni is kezdtem hozzá valamelyest. És most kérdem tőled, azt hiszed, az utókor szemébe ér majd valamit, ha azzal mentegeted magad, hogy művészeted korok életét tükrözi. Legyünk csak igazságosak, mit számítana? Ugyanez a mentség a mi esztétikai ítéletünk szempontjából, ha csak úgy kapásból egy példát említsünk, ha ezt az életet egy dagályos és nagyszájú 17. századi költő mutatná be. Azt felelnénk neki, a te bajod, édes barátom. Vannak pillanatok, drága fiam, amikor az élet olyan aljas, hogy az írók nem tudnak vele mit kezdeni. Én hozzám még ilyen közel senki nem áll. Ezeket a mackókat a gyerekotthonba találtam, a szemétbe. Azért dobták ki, mert már elhasználták őket a gyerekek, és azért föllassították, mert el ne vigye valaki haza. És amikor kezembe vettem őket, akkor arra gondoltam, hogy
mert ezek a szemétbe kerültek volna, és arra gondoltam, hogy megmentem őket, és elhozom, valamint hát örültem annak, hogy hát végre egyszer megfelelő kézbe kerültek, és egyáltalán arra gondoltam, tél volt, esett a hó is, arra gondoltam, hogy majd el fogom őket kérni, és elviszem haza őket emlékbe.